Én tényleg szerettem. Az összes fogyókúrával, az összes egy órát ülünk a szaunában, hogy másnapra valami legyen, és 200 grammal kevesebb legyek. De én ezt szerettem, és a mai napig szeretem. Harmincnyolcszoros felnőtt egyéni magyar bajnok, hatszoros világbajnoki résztvevő, 2012-ben az év legszebb sportolónője. A 2016-ban visszavonult ritmikus gimnasztikázó tartalmas pályafutást tudhat maga mögött, melyből nagy bánatára egyedül az ötkarikás szereplés hiányzik. Vas Dóra elevenítette fel az NSO TV kamerája előtt pályafutását, mesélt nekünk a kezdetekről is. Én jól éreztem magam, én szerettem tornázni, még a közegre sem mondanám azt, hogy olyan nagyon jó volt, mert engem nem nagyon szerettek az elején. Miért? Volt egy egyesületváltásom, tehát én a Rózsa Dombeszcében kezdtem, és utána rá két évre mentem át az Óbuda, jelenleg Óbuda Kalászer GTC a hivatalos neve, és ott ugye én egy új ember voltam egy kialakult közösségben, ami mindig nehéz beilleszkedni. Hát én nem voltam ilyen nagy szájú, nagyon röhögős, nagyon jó fejkedős. Tehát én ugye el voltam, lementem, csináltam a dolgom, de igazából sosem kerestem azt, hogy engem valaki szeressen. Tehát, hogy én el voltam, én dolgoztam, edzettem, viszont az ottani edző, Érfalvi Nóra, ő nagyon-nagyon sokat kezdett el velem foglalkozni. Ő nagyon akarta, hogy hozzájuk menjek, mert az egyesület a Rózsadon megszűnt, azért muszáj voltam váltani. Amikor ilyen 3-4 órás edzésből 2 órát csak veled foglalkozik az edző, az a többiek számára nem biztos, hogy pozitív. És ezt hogy csapódott le rajtad? Tehát ma is szól érted, te egy bullyingolva voltál, vagy csak egyszerűen csak... Igen? Rendesen. Hát mit, öltözőből kidobták az ablakon a cipőmet, bedobták a WC-be a nadrágomat. Tehát én azért ebből kaptam rendesen. Hát, lányközösség, azért ezt tudjuk, hogy egy női közösség mindig sokkal rosszabb, mint egy fiú vagy egy vegyes. Szerintem én vagyok az egyetlen energés, aki sosem akarta abba hagyni. Tehát nekem nem volt, mindenki úgy megy, minden héten abba akarom hagyni, nem akarom ezt csinálni, főleg amikor már élsport szinten megy. Én soha nem akartam. Én amikor abba hagytam, akkor is úgy voltam vele, hogy tudtam, hogy most abba kell hagynom. De ha tehettem volna, én még simán neki mentem volna Tokiónak, csak már nem lehetett testileg, meg kor, meg minden. London után volt egy megrogyásom, amikor egy ilyen, hát 2-3 hétig nem mentem le edzeni, de mondjuk az utcára sem mentem ki. De miért? Ez annyira... Nagyon megviselt. Tehát az nekem egy ilyen nagyon depressziós korszakom volt. És akkor csak otthon bebubózva 3 hétig? Lehúzva a redőny. Nem is tudom, hogy mi vitt igazából tovább akkor. Talán az, hogy olimpia, és én hogy annyira akartam ezt az olimpiát, hogy összejöjjön, és hogy sikerüljön, és én át akarom élni, milyen egy olimpián versenyezni. Végül ez Rióban sem jött össze neki, a kvalifikációs verseny után pedig bejelentette visszavonulását. Amikor abba hagytam, akkor nagyon rá voltam feszülve, hogy úristen, meg fogok hízni. És így fél évig még nagyon jól tartottam a súlyomat. És akkor utána így elkezdtem belazulni, meg igazából amikor kijöttem a tornateremből, így nem nagyon kívánkoztam semmilyen mozgásfajtát csinálni egy darabig, úgyhogy fél évig semmit nem edzettem. És amikor így hozzászoktál ahhoz 20 éven keresztül, hogy jó, hát kockás a hasad, meg hogy vékony vagy, meg... és akkor így egyszer csak így rájössz, hogy nem kockás a hasad, nem ugyanaz az ember néz rád a tükörből vissza, akit te gondolsz, hogy vagy. Azért rám is felszaladt, hát 8 kiló, amikor abba hagytam. Nem egyből, tehát az első fél év az még jó volt, akkor ilyen 2-3, és akkor utána még feljött 5, úgyhogy így néztem, hogy így ez miből. Mert már akkor tényleg elkezdtem odafigyelni, újra elkezdtem mozogni, hát én volt, hogy hónapokig nem néztem tükörbe. Tehát azért a ritmikus gimnasztika és a testképzavar az így elég közeli kapcsolatban van. Neked volt most akkor a versenyző időszak alatt, amikor valamiért nem voltál kibékülve saját magaddal, a saját testeddel? Mindig. Mindig. Mert? Miért? Hát mert most... Mindig elbotolódik el ilyenkor? Hát akár mindig kövérnek látod magad, tehát hogy nincs olyan, amikor nem. Mert ezt kapod vissza, hogy még fogyjál, meg még mindig dagadt vagy, meg hogy még... És akkor elmész egy versenyre, és mindenki azt nézi, hogy kinek kisebb a combja. Ez egy teljesen beteg világ valamilyen szinten. Tehát az egészséges origó az teljesen elcsúszik.
Tehát én a mai napig, ha most benézek a tükörbe, én azt látom, hogy dagat vagyok. És hogy nem kéne ennem. Pedig valószínűleg ez nincs így, mert nem ezeket a visszajelzéseket kapom az emberektől, de én nem, tehát olyan, hogy én ki legyek békülve azzal, ahogy kinézek, szerintem sosem volt. A csinos sportolónő magánéletéről is mesélt nekünk. Te mennyire könnyen ismerkedsz? Még itt most párkapcsolat, vagy elhívnak randizni, akkor... Engem nem hívnak el randizni. Vasdórát nem hívás? Hidd el, mindenki azt mondja, hogy nagyon ijesztő vagyok. És azt nem mondják, hogy mi az, ami így kifejezetten ijesztőben, hogy mi azt ijesztő? Hát így általában azt mondják, hogy egyrészt, amikor megjelensz valahol, akkor mindenki odanéz, és ez mindenkit idegesít. Ez szokott lenni az első probléma. A második az, hogy állítólag túl szép vagyok, és hogy ez, hogy akkor biztos mindenki másnak is tetszem, és hogy akkor ez versenyhelyzet, és abból nagyon sokan kifarolnak. Akkor utána jön, hogy rájön, hogy ki vagyok, hogy te vagy a Vas Dóra, akkor utána olvas, hogy nem tudom én, 38-szoros magyar bajnok, az év legszebb sportolónője, a nem tudom mi, ez az, amaz, így végignézi a Google-t, és akkor már végképp semmit nem akar. Tehát, hogy már beszélgetni se. A sportban is megvoltam egyedül. Tehát, hogy én egy egyéni sportoló voltam. Amikor az én 13x13-as szőnyegemre én itt voltam, és ide feljött valaki, engem már az is idegesített. Tehát, hogy én tényleg egyéni ember vagyok. Én nem szeretek olyan borzasztóan csapatban dolgozni. Tehát nekem ezek nem mennek. Én egyéni sportoló voltam, és a mai napig úgymond mindent megoldok magamnak. Tehát, hogyha nincsenek ilyen parraim, hogy úristen, el kell menni a gumishoz, hogy úristen, meg kell tankolni, vagy tehát, hogy meg kell tankolni, el kell menni a gumishoz, el kell menni az autószerelőhöz, el kell. Tehát, hogy úgymond a pasis dolgokat is meg tudom oldani.